A lengyel-magyar versenyen sikeresen szerepeltek Gyökeresné Kálai Mária, a karcagi Nagykun Református általános iskola tanárának diákjai. Három fős csapatok jelentkeztek a nemzetközi versenyre, amely összetett feladatokból állt. A refiből három csapat indult a háromfordulós versenyen, az iskolai forduló után két csapat mehetett tovább a következő fordulóra. A három csapat, 7. A osztály, Bodnár Tímea, Kovács Tímea és Kovács Anna, 7. B osztály, Szabó Stefánia, Deák Virág, hozzájuk csatlakozott Péntek Anna 6. B, és a 6. B osztályos csapat tagjai, Kovács Péter, Sarkadi Nóra és Németh Kamilla voltak. Hát nagyon tetszett, és lényegében együtt csináltuk az egészet. Együtt oldottuk meg a feladatokat, és a logót is együtt terveztük. Itt hallottuk azért, hogy volt egyéni teszt is, tehát azért a saját tudásodat is meg kellett méretni. Igen, az is volt, és hát a csapatból ott én értem el a legtöbb pontot. És a logótervezésben milyen ötleteket adtál a többieknek, meg egyáltalán hogy nézett ki a logótok? Hát, hogy középre raktunk egy ilyen kézfogás jelet, hogy barátságban van a két nemzeti park, és hogy mind a két nemzeti parkból ilyen dolgokat beraktunk, ilyen virágok, állatok, ilyenek. És egyébként te természetkedvelő vagy, tehát jártok szülőkkel? Igen, szoktunk menni kirándulni a hegyekbe, meg úgy, csak úgy el szoktunk menni sétálni is a természetbe. Van kedvenc növényed, kedvenc állatod? Igen, a kedvenc növényem a tulipán a virágok közül, és a kedvenc állatom a hiúz. Otthon van esetleg valami állatod? Igen, sok libáink vannak, meg tyúkok. És van valami feladatod ezek ellátásában? Igen, néha, amikor nincsenek otthon a szüleim, akkor én szoktam őket megetetni. Mit kaptál ettől a versenytől? Hát sok élménnyel gazdagodtam, és tudással, gondolom. Jó volt a csapat, amiben benne voltál? Igen, nagyon jó volt. A feladatok között volt egy magyar és egy lengyel nemzeti park értékeinek megismerése. A lengyel feladatot angolból magyarra kellett először fordítani, ebben Halmai Györgyné tanárnő segített a gyerekeknek. Az első forduló önálló volt minden csapattagnak, a másodikban a lengyel-magyar barátságra és a nemzeti parkra kellett logót tervezniük és kisfilmet is készítettek. Az utolsó feladatként a HNP-be kellett kirándulást tervezni, most a jelen helyzetben ezt nem lehetett megvalósítani. A refis csapatok első csapata első, a másik negyedik lett.